Hello, sziasztok! Jumpi vagyok Rakamazról, és mielőtt bármit mondanék, mert most az árakról akarok egy pár szót mondani. Azok, akik kifogásolták, hogy nagyon sok a környezeti zaj, és ugye jönnek a kamionok, mennek a kamionok, jön a vonat, mennek az autók, zajt csapnak, a szomszédban is egy iparos ember dolgozik, és ő is dolgozik, őnek is zajjal jár a tevékenysége. Beújítottunk és vettünk egy mikrofont, hogy minél jobban lehessen hallani azt, amit mondok, és tisztán értsétek, amit kommunikálni akarok. Ma arról akarok beszélni, hogy mitől is függ az ár. Mitől is függ egy terméknek az ára. Legyen az autó, legyen az tévé, legyen az telefon, bármi. Ugye a legelső dolog mindig az, hogy mennyibe kerül egy új termék. Ugye, mert amikor valami új, akkor abban annak minden porcikája új. Az még nem volt használva, nem volt koptatva, az még úgy van, hogy a gyár kitalálta, megtervezte a mérnök úr, megcsinálták, és az teljesen vadonatúj készülék. Az autónál ugye egy új autó azt jelenti, hogy legördült a szalagról, feltették a kamionra vagy a vonatra, és az a eladási helyre kerül, ahol értékesítve lesz. Akkor még pár kilométer van benne, minden tiszta új benne, minden alkatrész új. Mindig ehhez mérjük, hogy egy használt autó mennyit ér. Ha egy használt autó keveset fut, keveset állt a napon, keveset koptatták, akár az ülésről beszélünk, akár a gumiról, akár a kormányról, bármelyik részéről, kevésszer volt megmosva, garázsba, fedett helyen áll, azt mindig többet fog érni, mint az az autó, amelyik kint áll az ég alatt, néha-néha kitakarítják, nem gondozzák, csörög, kattog, kopog, ugye ez a két véglet. És mindig oda kell behatárolni az autót, hogy mennyire hasonlít, mennyire van jó állapotban a használt autó az újhoz képest. Ugye sokan mondják nálunk is, hogy hát ennyiért, meg annyira is láttam autót. Igen. Miért nem vette meg az ügyfél? Valószínűleg azért nem vette meg azt az autót, és eljött hozzánk, és mi nálunk akar autót venni, mert azzal a kocsival lehet, hogy semmi se volt csinálva, igaz, hogy évvelatban ugyanannyiba kerül, mint egy másik jobb állapotú kocsi, de viszont ha futóművet kell javítani, ha motort kell javítani, ha sebváltót kell javítani, ha fényezést kell javítani, tehát ezek mind-mind pénzbe kerülnek, és egyre több pénzbe kerülnek. Tehát ha ezt mindet bele kell számolni még az eladási árhoz, akkor az igen sokat fog emelni az autónak az árán. Tehát mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mielőtt megvesz egy autót, nézze meg, hogy milyen járulékos költség lesz még azon az autón ahhoz, hogy az rendeltetés szerűen legyen használva. Ugye itt is lehetne beszélni a fokozatokról, mert van, aki olyan autót keres, és nálunk is van ilyen, aki egy ütőt kopottabbat keres, mert az első számú dolog a pénz, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön, és ő majd szépen lassan megcsinálgatja magának. Ez is egy dolog. Csak ugye, ha valaki ilyen autót keres, és tudja is, hogy ilyet vesz, és ilyet választ, akkor utána ne reklamáljon, hogy ez is a baja, meg az is a baja, mert ehhez ő hozzájárult, hogy olyan autót akart venni. A mai videómban ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek jó utat, jó egészséget kívánok!